Köszöntöm a kedves nézőket! Az Euroliga 5. fordulójában a fehérmezes hazai csapat, a Mizó Pécsi VSK, a Como csapatát fogadja sötét mezben a vendégek, és a kezdő ötös a vendégeknél Andrede 9-essel, Ballabio 10-essel, Maschiadri 11-essel, Stremikike 12-essel és Melvin. A feldobás után pedig Tuvics hozzá a labdát, Csák Magdolna indul, és már is 2-0 vezet a Mizó Pécsi VSK. Tiszteltel köszönöm Tüzi Ákost, jó estét, kívánok segítőmet. A hazaiaknál Újvári Eszter, Csák Magdolna, Keller, Tuvics a kezdőben, és Iványi Galma természetesen, és egy vendégkísérlet. Ákos, milyen információik voltak a vendégekről? Éppen Stremikiket láthattuk. Amit tudni kell erről a csapatról, hogy az olasz bajnokságban 9-0 vezeti a listát, az első helyen állnak. Három kiváló idegen légiusuk, a litván Stremikike, az amerikai Melvin és az épp eleső. Valamint hét olasz válogatott, ugye Tuvicsi szép középtávol, valamit egyre inkább kezdünk megszokni, ugye tavalyi szezonra visszautalva nem nagyon látunk ilyen gólokat, Bobótól most még egyre több ilyen gól dob. Tehát nagyon erős csapat. A kezdő ötösünkre visszatérve, ugye Keller Anna Mária, a kép most személyibát követett el, az ötösbe került, nem megszokott ez. Avval a taktikai feladata, hogy a mérkőzés elején Stremikikét próbálja megfogni, és a könnyű gólszerzéseket megakadályozni. Őt tartottuk, vagy tartjuk talán ma is az egyik legveszélyesebbnek a vendége. Hát így van, az egész Euroliga sorozatot vezeti 25 pontos dobó átlagával, és az egyik feladat volt a mai mérkőzésen, hogy őt leszedjük minél kisebb pontra, ez volt a győzelem egyik záloga, azt gondoltuk, hogy ezt sikerül megoldani, akkor a kezünkbe lehet a győzelem. Közben Újvári ezt gyűjtött be egy személyi hibát, ami megakadályozta az ellenfelet abban, hogy könnyű gól dobjon. Melvin 14-esen, ő is idegen légiós, mint említetted. Róla mit tudhatunk? Amerikai játékos, a Vimis NBA-ben játszik. Ennek a csapatnak meghatározó embere, több európai csapatban megfordult, közben kellene egy feldobást harcolt ki. Tehát igen tapasztalt játékos. Nem játszott az elmúlt Euroliga mérkőzésen, térdvédő a lábán sérült volt, kihagyott olasz bajnoki meccseket is, kisebb portszérvés volt, de hát a mai napra összedrótozták és pályán lépett ellen. És van egy érdekessége a vendégeknél, egy érdekes játékos, 9-essel Andrede. Közben és ugye közben 4-2-re módosult az eredmény, tehát visszatérve a 9-es Andrade a portugál játékos, akit most látunk éppen elnöki a labdát. Ő a csapatuknak a védő specialistája, akit általában az ellenfél legjobb dobóira, leggólveszélyesebb játékosára állított, és ilyen ebben a szerzett labdával 4-4-re módosított az eredményt. Ő egy roppant jó fizikum, erős. És egy szenzációs megoldás, 6-4 bevezetünk. És Dalmaiból labdát szerez, egy szemfüles labdalopás volt ez, ott maradt a gól után. Tehát Andrade a fizikumát használva védőspecialista, és ez a mérkőzés arról volt nevezetes számunkra, hogy arról szóltak a taktikai értekezeteink, hogy a két csapat közti különbséget a védekezés fogja meghatározni. És mivel mi hetek óta most már küzdöttünk a gyengébb, puhább védekezésünkkel, az volt, hogy a mai meccsen álljunk nekik és kezdjünk ugyanolyan keményen, ha lehet még keményebb, mint az olaszok védekezni. És mind a két dobás, ha jó közben irányítanak. Ez már itt a mérkőzés kezdetén is látszik, egyrészt a szaporodó személyi hibák miatt, másrészt a rengeteg ütközés mutatja azt a kemény védekezést. 8-4 arányban vezetünk, Dalma mind a két hibát értékesítette. Igen. Tehát a büntetőt egyéb iránt a vendégeknél Fabio Fossati, az edző, Montini, Walter a segítője. Stremi Kicsi közben betalál. És 8-6. 8-6 és már 4 pontos. Jugoszláv és orosz páros irányítja a játékot, Bubaló, Tihamir, Jugoszláviából Dadugin, Vladimir az oroszoknál. És oldalbedobáson jöhetnek a vendégek, akik láttak személyi hibát a játékvezetőnél most, amint látjuk a 9-es Andrade. 10-essel Ballabio. Csak látjuk középen Stremikikét nagy csatában, Keller Anna Máriával, Hartyányi Zsolt egyébként a komisszárja a mérkőzésnek, és megint Stremikike, ez egy nagyon jó szerelésnek látszott
Én most már többetszer látom ezt a felvételt, most is az a meggyőződésem, hogy Keller Anna már jól megérezte ezt Remi Kitty ritmusát. Teljes tenyerével az úgy tűnt, de sajnos ez nem segített rajtuk. Egyrészt büntetőket dobhat Remi Kitty, másrészt Keller begyűjtette a személyhibákat. 8-6 egyelőre az állás, hogy két büntetőt dobhat. És nézzük, hogy mi lesz most akkor. És cserélünk is, behova jött be Keller helyett. Az első jó 8-7. És Kellernek a második hibája volt, ha így van, és bedobja mind a kettőt, 8-8, tehát egyenlő az állás. 6 pontot ért el nagyon rövid idő alatt Remi Kitty, úgyhogy itt a mérkőzés elején igazolta a róla érkező jó híreket. Érdemes megfigyelni az olasz csapat védekezését, a centereinket is ugye 8-9 méterre megtámadják, tehát minden labdáért nagyon meg kell dolgozni, rengeteg futás, labda nélküli mozgás kell, és egy nagyon szokatlan harcmodor ez. Amihez nem vagyunk hozzászokva, mert a magyar bajnokságban ilyen nem találkozunk, és az Euroligában is jószerűen a Burs kivételével más csapat ilyen keményen nem védekezik. Pehova. Egyéb iránt ne felejtsük, a kedves nézőknek is mondom, hogy a harmadik helyzet ellen játszok ugye a csoportunkban. A Como a harmadik, mi vagyunk a második, a gyönyörű szép csákmarulói megoldás, és ezt ahogy mondani szokták, bár ezt labdarúgásban használják, inkább ez egy olyan 4 pontos mérkőzés, hiszen aki itt nyer, az leszakít. Ez pontosan így van. Pontosan így van, ez egy, és nehéz erről beszélni ebben a pillanatban, hogy ez az 5. fordulója még az Euroligának, és 14 fordulót játszunk. 10-8 ugye Magdi góljával, ezt a közönség is tudja kísérje, mert nincs feliratozás. Tehát tudni kell. Ez már egy sablon támadás, befutás a mezőnyember, akkor a palántalás, egy szép assziszpassz, Dalma megint labdát szerez. Ez nem tudatos dolog a csapatunk játékában, tehát ez nem azt mondja, hogy be van gyakorolva, a Dalma részéről tudatosság, tehát az egyéni felismerés, hogy lehet labdát szerezni. És igen, bosszus volt Dalma, gondolom, talán azért is, mert nem sikerült értékesíteni. Ez az egyik, a másik, a játékvezetőnek nem voltak egyértelmű a kézjelei. Ez most sajnos kicsusszant. 12-8. És a második dobás következik tehát Iványi Dalmának. És 13-8 a hazai csapat javára, Mizo Pécsi VSK Fehérmezben. Csak mondom, akik esetleg most kapcsolódnak be a mérkőzés nézésébe. 10-essel Ballabio a vendégeknek picit lassít a játékon most. És Remi középen kéz. Igen, most egy jó védekezés volt, Remi Kitty nem tudta kikerülni az emberét, kénytelen volt 5 méterről elég kiszorított helyzetből eldobni, meg is szereztük a labdát. És hát a közönség csodálatos, ugye zsúfolásig telt a csarnok, ami körülbelül 5000 nézőt jelent, bár mindig azt mondjuk, hogy ennél több már sosem lehet, de szerintem még lehet több ennél is mindig. Igen, mindig csodákat csinálnak a játék, illetve a közönség. Ezzel. Így van, mindenképp meg kell őket említenünk, tehát annyira hozzá tartoznak már a mérkőzéseink ez a csapathoz, mint kabáthoz a gomb, vagy bármit mondhatnék, bravo, bobo, ez szép. Tuvics egy-egy. 3 ember mellett is, nagyon szépen is. 15-8. Iványi Dalma, elemében van Dalma, mint már annyi szó most is. Andrade, a portugál. És egy nagyon szép blokk, véleményem szerint itt megint talán lehetne vitatkozni a játékvezetőről. Igen, az orosz játékvezetőről nem túl jó véleményünk kaptunk a mérkőzés előtt, hisz a jelenlévő Hartyány Zsolt, FIBA komisszár, szó szerint ezt mondta a mérkőzés előtt, hogy harmadvonalbeli játékvezető, ahogy Sopronba fújta a Gyesed Parma meccset, és itt egy-két ítéletével bizonyítja is az állítás helyességét, és szerintem is egy téves ítélet volt, tehát ez egy nagyon tisztabb dobásszerelés volt. És Melvin az elsőt dobja be, 15-9, a második lecsorog a gyűrűről, és Újvári Eszter jöhet a labdával. Iványi Dalma. Megint látszik az agresszív olasz védekezés, ami ezt a hibát hozza. Ugye a Dalma 15 méterre a gyűrűtől nagyon messze, és Tuvicset tőle meg nem szokott mozgássorból próbált helyzetbe kerülni, és ennek az oka volt, az eladott labda ezt eredményezte. Andrade 9-essel. Egy bejátszás, megpróbálja ezt Remi Kittyét, és hát telik az idő, ahogy láthatjuk, de Melvin még így is. Az utolsó másodpercben
15-11. 15-11, tehát 4 az olaszok csökkent. Az játék felfogását rövid idő is bemutatta már. Ugye egy nagyon agresszív, kemény védekezés, ami támadja a labdát. Most is nagyon jól védik az elszakadásokat, a labda nélküli mozgásokat. Ebből, ha a labdát tudnak szerezni, próbálnak indulni. Most is erre, szerencsénkre Ballábi jó közben is erre próbáltak blazírozni, szerzett labdával induljanak. És ha van indítás, megpróbálják, közben Csák helyett Újvári helyett jött. Rögtön kiadott egy személyi hibát, Mászki Árdi szabálytalankodott vele szembe. Ha meg nincs indítás, akkor meg hosszú-hosszú támadások, sok-sok elzárással és mélységben a palánk alatt elsősorban a két idegen légős center. És megint Andrade, ez a második ilyen. Igen, ez az a labdatámadás, az agresszív védés, a labda nélküli mozgások. És már is csak indítás. 2 pont a így különbség. Van, így van. És semmiből. Ugye 15-8 volt még itt pár pillanattal ezelőtt, és most szinte egál az ember. Behova Stremikítje próbálja őt agresszíven szerelni, sikerül középre, és Bobot szerelik szerintem szabálytalanul. Az is volt, be is folyták. 2-es bokk is volt. És szerintem közben. Megint Mászki Ádri, aki nagyon gyűjti a személyi hibákat. Említettük már ugye, hogy fölborulnak a játékrendszerek az agresszív védekezés ellen. Tuvics közben dobhatja a büntetőket, és nagyon 16-13, egy picit elléptünk, megint 3 pont a különbség. És olyan megoldásokat kell a játékosoknak választani, vagy keresni, amit nem szoktak meg. Tehát a játék stílusunk is kicsit megváltozott ezen a mérkőzésen, mert az ellenfél agresszív védekezése rákényszerítette a csapatunkat nagy ütközések közben. Ugye azt hallottuk a csapatról, és hát láttak már olasz csapatot, azok tudták, hogy rendkívül kemény meccsre számíthatunk, és hát ez a csapat is mondjuk agresszív, kemény csapat hírében állt, mint általában az olasz csapatok itt. Egy közelít mellé dobott, igen. Kicsit gyanús volt a szerelés, de hát a játékvezető. Hát valószínűleg nem volt faul, mert védőtől távolabbi kézzel dobta el a labdát. Ugye arról is beszéltünk, különböző mérkőzések kapcsán, a játékvezetők is valamilyen módon keresik a határt, mert hogyha minden faultot mindig befújnak, akkor szétfújnak a mérkőzést. Egyelőre azt hiszem, hogy ők már túl vannak azon, hogy megkeresték, hogy hol és mit lehet fújni. Gyönyörű szép, összehetett pedig 19-13. Most nem tudott az olasz védekezés rendeződni, és egy nagyon ötletes gyors fülítás játékból gólt. 10-essel Ballábio. És megint a hosszú türelemjáték, megint egy elzárás. Andi nagyon keményen védte és törte át. Ott megint a Magdi védi az elzárást, Remikítje egyet, meg nagyon jó védekezünk most. És nem is tudnak, szakaszba. És lejárt a támadó. Igen, ez egy extra védekezés volt itt. A mezőny embereink nagyon jól törték át az üres elzárásokat, pozícióba, centereket. És Remikítje nem is tudott, mit csinálni, ki kell. Igen, igen, ő a kezdeti lendületét elvesztette. Ezért is tudunk vezetni, most már megbízható. És kicsit kezd púlni az olasz védekezés, és kicsit könnyebben jutunk labdához. Most persze megcáfol az élet és André, de és megint egy indítás. Melvin egyedül és egy zicser helyzetben becsolog a labda, 21-13. 19-15, ugye? Így van. Tehát 4 pontra csökkent a... Igen, tehát az olasz gólok hogy születtek? A Sremikítje egy-egyeiből, meg az indításokból. Bravo, Bobo. Tuvics. Bravo, ez. És most van meg a 21. pontunk, sőt, egy-egyet is. Tuvics, tehát 21-15, 6 pont. Igen. És még plusz egy dobása is van. Tuvicsnak cserélnek a vendégek, még pedig mindjárt ketten is jönnek be. Tényszerűek ezek a cserék, meg tárgyszerűek is. Tehát a muszáj, amikor ekkora ritmusban játszik egy csapat, ezt nem bírja 5 ember végig, azért muszáj. Sirone jön 8-assal. És úgy láttam, mintha még egy mezőny embert ott cseréltek és volna. És ez még egy nagyon fontos dolog, hogy be is dobja bubba az egyet is. Tehát 22-15. Így van. És 7-es ponttal vezetünk, ismét visszaállt a régi rend. És ugye Zárá is pályán van 5-össel. Igen, ő jött be most a... Károly fogja, nem is csuklójában, könyökvédő, felső kar inkább. És megint a türelemjáték, a sok elzárás, nagy ütközések a palánk alatt. És megint az utolsó másodpercekben kellett eldobniuk, mert hogy ott lejárt az idő, akik így van. Felhívom a figyelmet, hogy ott felül azért lehet látni egy picit az órát is, meg a támadó időt is, hát körülbelül a negyednek a felénél járható. Zárá feliratkozik a gólszerzők, közé 22-17-re szépít ebben a szép tempójával.
amit megint Sztremikítja jó egy-egy előzött, meg rossz mozdultunk el, és besegítés után leosztott a gólt kap. Károly lépett ki, Csák, Magnolna, Andrade roppantó, igen, igen, szavarja. Nagyon látszik, a tévén keresztül visszajön, hogy mennyire nehéz itt helyzetbe kerülni. Megint mi is utolsó pillanatokban vagyunk, minden labdán ott vannak, ez pech. Kézen keresztül. Sehova dobás után sajnos pechünk volt, és nem tudtuk megszerezni Tuvics révén a labdát, hogy visszategyen. De azért mi jöhetünk az alapon. Nagyon sok kosár esett eddig az első. Igen, frissen mozognak a csapatok, és sok támadás megy, és az egy-egyekből egyelőre meg is találjuk. Meg is találjuk. Ezeket az extra játékosokról van szó, tehát mind a két oldalon ezt tudni kell. Közben megint az agresszív védekezés szerzett labdát eredmény az olasz részről. Tehát tudni kell, az itt Európa klasszisok játszok mind a két csapatba, kiváló támadó játékosok, és akár mennyire szigorú jó a védekezés, azért egy-egyre ők megtalálják a megoldásokat. Ez majd ahogy a fáradtság nő, meg esik a ritmus, a koncentráció, ezek azért úgy fognak csökkenni. Most is egy-egy, és már mellé ment, az jó védekezés volt. És Iványi Dalma jöhet háttalon a volna. És ez a negyed vége. És a negyed vége, és 22-17 az első negyedben, tehát mint említettük, nagyon sok kosár esett, ugye, ha jól számolom, 39 pont született, és ez egy elég soknak tűnik talán. Bár annak ellenére, hogy mondjuk mind a két csapat nagyon jól védekezett, elég nyílcsisakos támadás szövések voltak. Itt pedig azt látjuk, hogy egy kis pihenő is, Laci is le guggolt a lányokhoz, ott látni, hogy magyaráz. Igen, itt az időkéréseknél, meg a negyedek közti szünetekben arról volt szó, hogy nagyon fontos a jó labda nélküli mozgás, nagyon fontos a labdabiztonság, a jó elszakadás, a jó passz, és bátran vállalni kell az egy-egyeket, le kell egyszerűsíteni a játékot. Tehát aki régóta figyeli az Euroliga közvetítéseket és a PVSK játékát, ma nagyon kevés olyan játékelemet vesz észre támadásban, mint a csapat szokott játszani. Itt Nuszinak volt egy gólja a befutásból, ami egy jellegzetes támadása a PVSK-nak. De ez nem azért történt, mert a PVSK nem akarta megjátszani ezeket a támadásokat, hanem egyszerűen az olasz csapat nem engedte, hogy azok a támadások úgy gördüljenek, mint egy más védekezést választó társaságok ellen. És egyszerűen most nem annyira a csapatjáték dominál ebbe a párharcba, hanem az egyéni képességek, kvalitások, ki ismeri fel az egy-egy lehetőségeket, ki milyen technikai, taktikai felkészültséggel bír, és persze nem mellesleg fizikális és mentális dolgokról is szó van. De ebben a pillanatban ezt jó veszik. A vendégeknél a 12-es Sztremikítja eléggé, a legalábbis a negyed második felében úgy láttam, hogy egy picit visszaesett, viszont rendkívül agresszív. Igen, 6 pontot dobott ugye 3 perc alatt is azóta se. Andrádenek és a góljai miből születtek, szerzett labda indított, tehát nem nagyon emelt föl kintről, vagy egy-egyet nem vált, szerzett labda végigvitte, bedobta. Ha ezeket tudjuk ellenőrizni, ezeket a problémás helyzeteket, akkor ez a különbség nőni tud majd. Tuvics elhozta megint Keller a pályán, őről tudjuk, ugye, hogy 2 személyi hibája van, és le is cserélte Laci az első negyed követén. Igen, és ugyanabban a feladattal került vissza, hogy Sztremik így kikapcsolni a játékba. Tuvics. Igen, és a csere történt nálunk közben, ugye Csák nem jött ki erre a negyedre, egyelőre Újvári van a pályán, többiek maradtak, Károly, Andi, Iványi, Dalma, Tuvics. A vendégeknél Zára van ötössel, ő folytatja tehát a játékot, Andrade van, egy középjátszás, Melvin, Sztremikítje, és ha jól láttam, akkor Sirone, 8-as. És egy pontot, 2 pontot. Igen, az amerikai center 22, betalált. 19, ugye 3 pont a különbség, Újvári Eszter. Megint nehezek az elszakadásaink, tehát nagyon, nagyon széttörték azért a mi játékunkat, és nagyon sokat kellett improvizálni. Megint egy eladott labda. És megint Andrade van, aki elhozza. Igen, ő nagyon ügyes. 5 szerzett labdája volt, és indítás volt. És fejezi be, és már is ugye 22, egy pontra csökkent a bizonyos. Volt 7 pontos előnyünk. Hát látszik azért az olasz csapatnak is a játékában, hogy mit akar ő játszani. Nagyon szigorú védekezést, indítást, ha meg nem, hosszú-hosszú támadások, és bejátszani a palánk alá a labda. Ez egy szép váltás, és megint... Igen, Dalma egy kicsit most túlpörgött, túlvállalta magát. Meg talán szorongatott helyzetben is volt. Igen, a csapattársak is segítették őt, de kicsit megfontoltabban tudott volna játszani. Közben Sirone labdája mellé ment, de a Dalma már itt van a lepattanóval. Kijavította talán. És most egy szép asszisz-passzis Újvári. És a legjobb pillanatban jött. Fontos volt, mert az 5 pontos előnyünk pillanatokon belül
Egyre csökkent, és ebből a hármasra most 25-21, tehát megint visszaállt a negyedvégi rend. Szirone. Az elzáráskról szeretnék azért még a közönséggel annyit közölni. Ugye látják, hogy rendszeresen az elzárásokat úgy védjük, hogy az elzárt játékos a blokk mögött megy át. Zára dobott egyébként. Azért történik, mert nincsenek meg begyakorolva az elzárásnak más védekezési formá, és majd a szezon hátra védőben ezt azért már kicsit agresszívabban fogjuk védeni, most inkább abban bízunk, hogy az ellenfél mellé dobja a tempókat, nem abban, hogy mi kivédjük, hanem hogy a lepattanókat meg lesz egy. És itt Melvin egész magányos volt itt a lepattanónál. Az előző támadás egy pillanatra visszatérve, igen. Ott is az utolsó, ugye lejárt majdnem a támadó. Hát azért Károlynak muszáj volt felemelni ezt a labdát, mert pár másodperc. Folytatódik a birkózás, igen. Tehát André, de ahol megjelenik, ott mindig valami történik. Ezt már az első negyedben látszott, Csák Magrival több ütközése volt, most Károlyival akadt össze. Itt nagyon nagy harakirik mentek a játék. Szemik így fájlalja az arcát, hát nyilván nem szándékosan, de valakivel ütközhetett. Aztán mutatja, hogy nincsen különösebb probléma, van egy kis. Igen, most ez álkapocs. Nem jött jó ez az ápolás, meg ez a megállás, mert 4 másodperc volt vissza a támadó időből, amikor megállították a játékvezetők, és nem alakult ki semmi a játékukból az olaszoknak, és most 4 másodperc alatt egyrészt rendeződtek a sorok, másrészt pekünk van, rögtön és megint egy fújnak, hogy a Dejan gyermesen lakadtak. Tehát jobb lett volna a játék, hogy tovább engedik a játékot, ez egy bal szerencsés mozzanat volt. A második negyedben járunk, 25-21, 4 pontos Vizó Pécsi VSK vezetés. Van, és Gyermis Angéla Iványi Dalma helyett van a pályán. Szirone oldalra, Szemiki zárá, ha jól láttam, 5-össel, igen. Andrade. Még azt hozzá kell tenni, hogy Csák Magd is újból a pályán, tehát Károly Andrea helyett. A 2-es cserét hajtott végre Laci. Na. És Keller gyönyörű szépen. Macko most szépen védte a pozíciót, jó ütemben nyújt közbe, és meg is szereztük a labdát. Ugye a mérkőzésen látszik, hogy nagyon sokat van együtt pályán, 2 kisember, sokáig Újvári és Iványi volt pályán, most Újvári, bravo Bobo, szép passz Újváritól. Hát most meg Gyelmis és Újvári, tehát az olasz agresszivitás ellen muszáj kicsi külsővel játszani, és ebben ugye 6 pontra nőtt az elényünk közben Bobo közeli góljával. André, de vállal valamit el. Igen, ez azért nem az én műfaj. A lepattanó pedig a miénk szinte sehol. Sötét neves. Újvári Eszter. Jelmis. A vendégeknél is most az alacsonyabb szerkezet van pályán, ha jól látom. Zára ott van André. Igen, a két magas center mellett. Szirone 8-as. 3-3 külsővel. Igen, nekik a padon ül ugye Maszki Adria, aki kezdte a találkozót, mint magas bedobó, de 3 személyben miatt muszáj volt leülnie. És még nem lépett pályára Maki, de bármikor, tehát várható, hogy pályára lép, és majd reagálni kell az olasz csapat szerkezetváltására. Tuvics dobhat 2-t, mert Melvin blokkját ítélték a játékvezetők meglehetősen szabálytalannak, és ezért így is 2 dobás Tuvics. Szépen az első magabiztosan 28-21, 7 pont a különbség, második dobás. Egyébként ezen a mérkőzésen Tuvics nagyon magabiztosan értékesítette, legalábbis eddig. Igen, 4-ből 4-nél tart. És 29-21, és megint a megnyugtató 8 pontos vezetés, ugye azt hiszem, hogy ez a legtöbb. Igen, ennyivel nem vezettünk. 15-8-nál vezettünk 7 ponttal. És volt 22-15 is, ha jól emlékszem, még a negyed vége fel az első negyedben, itt pedig Keller harmadik személyi a harmadik hibáját. És ott fönt azért látjuk az eredményt egyrészt, másrészt azt, hogy 2 csapat hívó van a vendégeknél, de most már nálunk is szerintem. Így van, így van. Így van, és az időt nem látom, de olyan 4 perc 30 másodperc vagy 40 másodperc körül lehetünk. A második negyedben, tehát a fél időig közel 5 perc van még hátra, zára 5-össel. Azt azért mondjuk el, hogy a Búzs vezeti a csoportunkat. És hát a második helyért nagy harc folyik egyelőre talán. Azt igen, hát nem lefutott dolog ez, bele is kezdtem mint az első negyedben. Igen, azt még aztán folytatjuk. 5. forduló, 14 fordulót kell játszani, közben Gyelmis szép védekezéssel labdát szerzett, kihasznált egy személyi hibát, időkérés. Tehát
nagy horderei mérkőzés volt ez, mert azért úgy, hogy kezdenek kialakulni az erőviszonyok, a Burzs, Komu, PVSK, Ruzsomberok, úgy ítélem meg, ez a négy csapat lesz a csoportban az első négy helyen. A sorrend nem mindegy, mert ugye az első két csapat hazai pályán játszott majd a négy közé jutásért. Másrészt a negyedik pedig minden valószínűség szerint ugye az Orsízzel fog játszani. Hát, elvéletileg még ezt mondják. Az eredményeket most már ismerve az Orsíz épp kikapott. Igen, hát szóval. Gdinyába. Tehát ott is még hatalmas körbeverések alakulhatnak ki. Ebben a pillanatban Gyesen vezeti a csoportot. Aki egy, nap, Pármát verték, egy nappal előttünk 39 ponttal. Így van, tehát nem lehet még kiszámolni, 9 forduló, még rengeteg idő, rengeteg mérkőzés, sok minden történhet, de ezek a pár viadalokban azért nem egy pontkülönbség. És minden csapat szeretne hazai pályán minden nagyobb pont arányba győzni, hogy a visszavágókon könnyebb dolga legyen. Igen, és egy fontos információ a kedves nézőknek gyors, hogy 20-án ugye a Wuppertal lesz az ellenfél Németországban, a Mizopécsi VSK ott játszik, és mivel pénteken későn érkeznek majd haza repülőgéppel, ezért szombaton este 22 órakor Füzi Ákos kollégámmal itt szintén várjuk Önöket, remélhetőleg nagyon jó hírekkel fogjuk beszámolni ott is. Egy blokk, és ezt is szabálytalannak ítélik, mert egy blokk volt a gyelm, és szabálytalanul, és 29-21. Igen. Gyelm is dobhatja a büntetőket, és fölemelheti 10 pontra a különbséget, ami még nem volt ezen a mérkőzésen. Annyit szeretnék elmondani, ebben a Wuppertali találkozóval kapcsolatban, hogy nem leszek kint a helyszínen, mert a mérkőzés... Igen, azt akartam mondani, hogy te is akkor fogod találni. Időpontjában, így van, az IFI kupára készülünk Gőzerével, az IFI csapattal. Második jó, így 30-21. És csak 9 pont, és, csak mondom és én. És én is itt fogom a stúdióba először megnézni majd a mérkőzésre készült felvételt, hogy érdekes lesz. És remélhetőleg örülünk majd együtt akkor. Hát igen, abban nem bízom. Bár a Wuppertalt sem lehet leírni, hiszen ott is egy szerkezeti változás alakult ki az utóbbi időben, és hát tulajdonképpen... Igen, Cassidy-t elküldték, az amerikait mellé dobták itt közben az icert, maradt a 30-21, marad a 9. De megint az adott labdánk, ugye? Csodálkozhat... Sirone 8-assal jött, de egy... Így van, ez egy nagyon fegyelmezett, jó fault volt Csák Magdi részéről, mert még nem vagyunk bónuszban, és ahelyett egy indításokat kapnánk, 5-5-re kell az olaszoknak. Zára, Sirone összjáték, és akkor ugye folytathatjuk az előbbi gondolatmenetünket. Tehát ők is cserélték az idegen légiósaikat, és most találtak egy jó amerikait, aki most az utolsó meccsen 11 pontot dobott, úgyhogy 6 labdából 5-öt bedobott, és 2-ből 2 büntetett, azt hiszem 11 vagy 12 pontot dobott. Úgyhogy nem lesz náluk sétagalop. Aztán még Kritje próbál, de gyermes lepattanójával marad a 30-21. És 9 pont a negyed, hetedik percében lehetünk. Tehát a fél időig még egy olyan 2-3 perc van hátra, bár az órát mindjárt megpróbáljuk elolvasni ott fönt. Hát én 4-10-nek látom ebben a pillanatban, tehát most vagyunk, így van a hatodik, hetedik perc, 4, így van. Én még nem is látom azt az órát, de ez az én bajom. Eléggé elmosódott, így van, nehéz így megítélni. De ez 4 percen fölületek. Újvári egy-egy nem sikerült ebbe a pillanatba. És megint Zárá, most elég sokat van pályán az 5-ös számú játékos. Melvin, ez szép egy-egy volt. És betrükközte magát, és 23 a pontjaiknak száma, 30 a miénk, 7 pont a különbség. És akkor azt még mondjuk el a kedves nézőknek, hogy ugyanazon napon van egyébként a Rózsahegy a Ramat Hasharon ellen játszik odahaza, amit minden valószínűség szerint nyerni fog, tehát az is fontos nekünk, a Rózsahegy is potenciális ellenfél. Közben eladtuk a labdát, és most már 3-4 támadás keresztül így fejeződnek be, hogy eladott labda, ami az ellenfél védekezését dicséri mindenkit, és behova követett a lépéshibát az imént a támadásba. Azért biztos észrevették a kedves nézők, hogy szorítunk a pontokért, tehát azért számoljuk talán ezeket a pontokat, miért is Ákos, miért fontos az, hogy itt azért minél nagyobb különbség. Hát mert ha holt verseny lesz a csoportban a végén, és az egymás elleni eredmény fogja eldönteni a helyezéseket, akkor nem mindegy, és itt nagyon élénken él. Iványi Dalma visszajött egy ilyen. Újvári közben a személyi hibát követett el Zárával szemben, aki kettő dobat. Akik sűrű járnak a pécsi sportcsarnokba, azok azért tudják, és élénken az agyukba kell, hogy legyen a magyar-olasz
tavalyi EB középdöntő, ahol nagyon... 11 pont volt akkor a különbség, de lehet, hogy nem jó. Igen, de ott is volt már 20. Igen. És a magyar csapat 11-el tudott nyerni csak, ami abban a pillanatban nagy öröm volt, csak a visszavágón 13-a kikaptak. Igen, tehát itt a szál... És megint ez kísérti az ember... Mellé sajnos. Középtávoli befordulás után. Zara. És kellett a válogatottnak, ugye az oroszok kellett nagy bravúrit Pécset, és ezt nem akarja az ember az Istent, aki változatlanul nem találja magát, szerintem. Gyönyörű. Igen, jó védekezünk rajta egy-egyre, és jó besegítések voltak. Bravo, Dalma, ez. Sokadszor ott a mérkőzés közben is nagyon tetszett ez a jelent 32-24. Igen, megállt egy tempó. Tempót nyert ezzel talán. Igen, egy nagyon furcsa ritmusban eldobott labda volt, de így volt sikeres. És szabályos. Nagyon szép gól volt. Sirone 8-assal. Andrade, bocsánat, Melvin, megint szerzett labda. Most az olasz csapat került ugyanabban a gödörben, mint az imént mi voltunk. Most mi szerezzük sorba a labdákat, és mi tudunk gyors indításokat vezetni. Hát itt éreztem először a mérkőzés során, hogy az olasz csapat a saját ritmus áldozatává vált. Tehát a mérkőzés nagy annyit, így van, és ők jobban elfáradtak, és nagyon könnyű gólokat dobunk most. Könnyű és szerencsés gólokat is hozzá kell tenni, tehát nagyon egy kevés hiányzott, 34-24. És 10 pont a különbség. Ennyi még nem volt. Így igaz, 9 még nem volt. És behova szerezte a kosarat. Zára 5-össel. Nagyon kemény ütközések vannak, hogyha egy picit a kedves igen, nézik nem csak a labdát, hanem esetleg Csák a labda és Andréda között, aztán a palánk alatt Stremikétje és Pehova között. Egy szép befutás. Gyönyörű szép megoldás, igen, és megint egy kettes csákoló volna részében, bár közben kapott is egyet mondani. 36-24-re módosult. És most már 12-kor mindig el. Igen, ebben a szakaszban most jól játszottunk. Néhány szép támadást vezettünk. Igen, az olasz csapatot kicsit, ahogy az imént említette, megfogta a saját Bravo Martin ritmusa. És itt úgy érzem, hogy kéne az olasz edzőnek valamit lépni, cserélnie, szerkezetet váltani, védekezést váltani. Hát időkérése vagy anélkül, de mindenképp valamit. Szemikike. Mert most nagyon megéreztük a játék ritmusát. Tehát ez a pályán lévő öt játékos most nagyon egyben van, és nagyon jól védekezik. Tuvics Melvint. És megint lejárt. Lokkolja és lejárt a támadó. Így van, így ez van. A legbiztosabb mutatója, ugye? És most látjuk az olasz csapat dekoncentráció, még ott méltatlankodnak, hogy mi történik. És egy rendkívül szép helyzet felismerés Martina Pehova és Csák Magdi között. 38-24. Negyed utolsó percében. És megint védjük tovább Sirone. És átul a blokkokat. Remélem így egész, nagyon régóta nem szerzett. Igen, ha 6 pontot dobott az első 3 percben, és azóta nem talált. Melvin kész. Keresztül. Na kellett neki megemlíteni Sztrájmi kicsit. Rögtön leszed egy lepattanót és kiharcol egy személyi hibát. Martinak követte el és dobhatja a büntetőket, így van. Legközelebb meg nem mondjuk előre a nevet. Igen, ez egy jó módszer. Nem ejtjük ki az olasz játékosok, nem kapunk gólt a második fél időben. Ez ilyen múltszázadi javas asszonyoknál biztos bejött. Hát az első kihagyta. Na, azért a szemmel verésünk azért használt. Marad a 38-24-es második dobás, ezt remikítjének. Ez be is dobja 25, tehát 38-25. 13 volt a különbség, még mindig elég tekintélyesnek mondható itt a második negyed végén, ez az a fél idő előtt. Igen, most próbálnak egész messze kijönni védekezni, és be is álltak most területvédekezés, amit az imént mondtam, és egy 1-2-2 zónából játszanak. Ezt egy kicsit korán éreztem talán, hogy eldobtuk. De életet. helyzet volt, és 3 pontos lett volna, ha jól látom. Na most a probléma nem is az előbbi eldobott labdán volt, hanem ebbe, az elpasszolt igen, labdában. Igen, hold területre való bejátszás. Látszott, Laci is mutatta a feje fölött a köröket, Dalma és a pályán egy hosszú támadást játszunk, de Magdi úgy látszik nem reagálta le, és túl korán elvállalt egy 1-1-et. Sirone 3-es. Rövid a 3 pontos. Hát igen, most Baki parádét láttunk egymás után, ezt majd... Igen. Nem is követjük itt. A lényeg az, hogy a sok Baki volt, ahogy mondtad. 38-25 ez a félidő. És a félidőben tehát 13 pontos vezetés. Mindjárt megyünk tovább, kedves nézők. Maximum a hűtőszekrényig egy sörért lehet menni.
és már is indul a második félidő, azaz a harmadik negyed, és... És megint ugye most... Tízessel, ha jól láttam, Balábio ugye visszajött, így van, és Zára maradt, két kicsi újvár és... Melvin. És Iványi a pályán, az olasz ritmust fogjuk továbbra, és egy könnyű gólt kapunk sajnos az elején Melvintől. És 38-27, 5-6 másodperc telt el. Igen, a feldobás után rosszul rendeződtünk vissza. Megint a védekezésre szeretném felhívni a nézők figyelmét, milyen messze kitolva a centereink. Nagyon nehezen jut be a labda a palánk alá, de ha bejut, akkor bravo is. Mindjárt a válasz érkezett. Igen, mert messze védekeznek ugye 40-27 ezzel a góllal. Messze védekeznek kint, nem olyan tudnak besegíteni, bekerül a palánk alá a labda. Tehát ez a veszély mindig fönnáll ezekbe az agresszív, nagy területre kiterjedő védekezésekbe. Közben szép egy-egy gól is lesz belőle, látszott a mozgásból. Melvin és 40-29. Igen, Stremi Kítje fölbontotta a védekezést, egy rossz besegítés és sajnos... Melvin ezért ezeket nem fogja elhibázni. Megint az ütközések. És a játékvezetők mutatják, hogy a miénk labda, bár Balábi, Melvin nagyon-nagyon... Hát Balábió lábára gurult ki, szóval igen, igazából Melvin látni. Meg az edző reklamál, senki más. Ebben több szerintem a színház, mint a hit, de hát... Ez is hozzátartozik. Meg kell próbálni, hát egyszer sikerül, már megérte. Csák Magdi áll bele. Farkas szemet, szép támadás, és egy nagyon szép bejátszás. Pehova 2 pont, és 42-29-es, 13 pont a különbség. A harmadik negyed második percében járunk, 10-essel, Balábio az olasz. Igen, megint a hosszú türelmi játék, blokkok, a palánk alatt ütközések. Most jön egy valószínű, 5 másodperc, jó védekezés, jó besegítés, meg is szerezzük a labdát. És nincs szabálytalanság, szerencsére. Nem is lehetett labdára, mint a szerelés, szép Tuvics, Pehova egyre inkább beilleszkedik a csapatba, azt hiszem, hogy egyet kell, hogy értsünk. Így van. Sok vélemény, soknak ez a vélemény a szurkolóknak is, Csák magról, na is itt. Ez Duda szóután kár. Ez sajnos ez Ez a Sip szóután, rosszul mondta, nem Duda, Sip szóután, személyhibát ítéltek Zára ellen. Várhattak volna néhány század másodpercet. Az olaszok jól jöttek ki ebből a labdából, mert megszerezték a bedobás után, elkapkodtuk egy kicsit. Andrade indított. És az olasz edző is nagyon gyakran reklamált az első félidőben is. Hát, hogy mennyire volt jogos vagy jogtalan, azt most hadd ne ítéljük meg, de többször. Hát ezek a mérkőzés hevében történő dolgok, ezek... Stremi Kítje. Tényleg szívből jönnek meg a győzelem érdekébe. 3 másodperc közben ezt reméljük, hogy egy kicsit elpepecselt a labdával, mire Balábihoz jutott, már lejárt a rendelkezésre álló. Andrida közben olyan labdát szerzett. Igen, egy nagyon jó atlét, tehát egy fantasztikus izomzat, robbanékonyság. Nagyon, nagyon érdekes színfoltja a női kosárlabdának. Iványi Dalma. Pehova dobóhelyzetet keres. Az alig nem fault volt. Igen, de még szerencsére hozzánk került is. Dalma megoldja a helyzetet. 29. 44 már? Igen, 44-29. Stremik így próbálkozott. Melvin, most. És jó a szerelés, egy hosszú időtás. Igen, megint Anderida szerzett labdája. Fantasztikus ez a lány, az előbb még ott harcolt a palánkunk alatt, és most meg... Pehova kapott egy személyhibát, de ő neki az első, ha jól emlékszem, tehát semmiféle veszély egyelőre vele kapcsolatosan nincs. Most remik így, hogy úgy látszik lecserélik, és Paparazzo lép a pályára. Először a mérkőzésen. Laci rögtön reagál, ugye? Kalmár Nagy Dórát Pehova helyett a pályára. És Kalmár Nagy Dóra is először van ezen. Tehát megint a két edző közötti taktikai harc, próbálnak frissíteni a sorokat, friss játékosokat a pályára küldeni. És mindjárt fel is veszi Paparazzót Kalmár Nagy Dóra. Melvin kapta, Andrade, Zara, Melvin 14-essel. És
belemenés. Hát igen, sok mindent fújhattak volna, ez a legdiplomatikusabb döntés. Fújhattak volna a támadó hibát, erős lett volna egy kicsit védő hibát. És meg is érvenni, Eszter, mert nagyon szépen csinálta. Erős lett volna egy klasszikus salamoni döntés, amiből jól jöttünk ki. De mondjuk én is ezt ítéltem volna. Iványi Dalma. 44-29, 15 pont a különbség. Megint az eladott labda. Ezen a mérkőzésen 24 eladott labdánk volt, és ez ugye az olaszok védekezését dicséri mindenképp. Általában ilyen 10-12 eladott labdát szoktunk egy mérkőzésen elkövetni, most a duplája jött. Hogy mégis nyerni tudtunk, ez azért van, mert az olaszok is eladtak 24 labdát, ami meg a mi védekezésünk. Zára. Ő mutat be pár dolgot. Paparazzo. Nem sikerült megszerezni, játszott pontosan a Iványi Dalma. Most próbálunk indítani ebből. Szemfülesebb, és Kalmár Nagy Dórát szerelik. Igen, ez egy rosszul kivitelezett gyors indítás volt. Labda felé kellett volna Dórának lépni, és nem el a labdától is. Ráadásul kint is volt a lába. És csele van nálunk. Hát ugyanazból az okokban, mint az olaszoknál mondtam az első évben, a magas, nagy ritmus és a nagyon agresszív védekezés hozza azt, hogy muszáj egyszerűen az edzőknek cserélni, hogy mindig magas szinten jó fizikai állapotban lévő játékosok tudjanak játszani, mert ezt nem lehet végigjátszani. Hoppá, Paparazzo. Paparazzo be is dobtam. 44-31. És 2 pontos volt. Igen, igen. Igen, visszatérve az erőléthez, azt mondtuk, hogy az olaszok az első fél időben egy kicsit visszaestek. Hát nagyon nagy iramot diktáltak, szóval így azt van, hiszem, hogy a védekezés az talán többet vesz kezembe, mint a támadás szervezés, mert ez kicsit laikus megítélés. Gyönyörű szép, ez is 2. Igen, és itt megint ugye beszéltünk, hogy a csapatjáték fölborul, akkor az egyéni kvalitások kerülnek előtérbe, és most is egy-egyre született a gól. Tehát nem a csapatjáték hozta, bravo Dal. Ballábio. És megint befogjuk. Igen, Ballábio fölött azért kicsit eljárt az idő. Meg kell mondjam, hogy a 3-4 évvel ezelőtt sokkal jobb. Bár hölgyekről nem akarok ilyesmit igen, mondani, igen, de igen. A sportban azért... 3-4 évvel ezelőtt jobb játékos volt, magasabb szinte, kicsit a fizikuma már nem a régi. Tapasztalata megvan. Ő játszott abban a bizonyos komóban, amikor 2 éve vagy 3 éve játszott. Így van, játszott az olasz válogatottban. Tehát olyan régi motoros, ő már lehúzott 10-15 évet itt a... Európai kosárlabdába, megint az agresszív védekezés, ott egy lökés. Igen, ez elment ez a lökés. És a lépéshibát fújnak, tehát és megint egy másodperc volt vissza, tehát nagyon érdekes volt itt. Most fújhattak volna faultot is, de minden történt. Tehát... És Maschiardi van a pályán. A játékosok dolga nem egyszerű egy ilyen mérkőzés, amikor rengeteg esemény van, rengeteg fault. Belefáradnak ők is, tehát elkezdhetnek fújni a mérkőzés elejétől kezdve végig. Sok veszélye van, egyrészt, hogy szétfújják a meccset, másrészt kipontozódások miatt nem marad épp ember a pályán. Igen, tehát ők is sokszor mérlegelnek és elengednek egy-egy, sajnos ezt nem, egy-egy faultot. Paparazzo volt időközben a... Erre egy dolog van, alkalmazkodni, hogy keménységet megőrizni, és szerzett labdára menni. És hogy... Andrade ül le, és most a pályán Machi. Első ízben ő a legmagasabb. Igen, és most egy magasabb szerkezettel vannak, és Paparazzo dobhatja. Dobhat 2-t, és 46-31 egyébként. Ez az állás első is marad is. Visszatérve azért egy picit a keménységre, szóval azért ez a kosárlabdázás már nem az, ami 10 évvel ezelőtt volt. Biztos, hogy kosárlabdában, mert akkor hozzá sem lehetett érni a játékosoknak egymáshoz, de hát a férfiakban sem. Egy kicsit azért... Hát a mai napig így a szabálykönyvben ez van. De hát a gyakorlat teljesen de hát más nem mód. Lehet. Tehát, igen. Ugye, mert ha meg az NBA-s meccseket veszük, akkor meg egyáltalán igen. Nem is beszélünk. Nagyon fölgyorsult a ritmus, nagyon fölgyorsult a tempója a kosárlabdának. Megváltoztak a játékos fizikai paraméterei. Magasabbak, erősebbek, többet futnak, nagyobb sebességgel. Tehát kicsit lecsökkent a pálya. Most relatív ez, hogy lecsökkent. Maradtak a méretek, csak a játékosok méretei nőtek meg paraméter, és ez miatt van olyan hatásunk, hogy... Szemik ígye közben. Igen, aki változatlanul nem találja magát. Iványi Dalma.
Hehova, Iványi szépen csinálták, és meg is van a kettes, 48-31. Ezen szép gyorsítás. 17 pont, legnagyobb előny, ennyi szintén nem volt. Ennyi szintén nem volt. Még az olasz csapat abban a kátyúban, amiben a másik negyed végén került, egyelőre nem tudott kikászálódni. Zára tört be, ott elesett. Hát jó fault volt, befújhatták volna a támadó faultnak is. Kicsit nyújtva maradt Andinak a lába, amikor elfoglalta a védő pozíciót. Mindez 3 perc, 14 másodperccel véget, és megint a cserék. Károly és Peova helyett Gyelm is, és Keller a pálya. Keller Mancinak gondolom megint a 12-es remékítje. Semlegesítése a feladat a Maki, ő 13-as, és nagyon szépen előzi meg. Szép megelőző védeket. A harmadik negyedben járunk, tehát gyakorlatilag 3 perc van még a negyedből. Zára, Maki, és itt jó a kettes, és még plusz egy dobás igen, is igen, van. Igen. Tehát 48-33, és még egy dobás is. Sák Magrit kikerülték, Tújcsi elkésett a besegítéssel, és ütközött is a dobó játékossal. Befújható fault volt. Itt pedig a 8-as számú Sirone. Sirone jött be. Ugye Kellernek van 3 hibája, és Machi dobhat 13-asra plusz egyet, és 48-34-es az állás, azaz 14 pont, ez is még meggyőző fölényt jelez itt a harmadik negyed vége felé. Paparazzi egész messze, Kintovics. Váltás. Gyelm is a pályán. Csák Magdi. És a blokk jó. Igen, megint sajnos az eladott labda. Most egy kicsit mi kerültünk hullámvölgybe. Paparazzo. Ez egy rossz indítás volt a centert. Próbálták nagyon messze megjátszani az indítás közben, aki ellépte a labdával. És a Laci már is oda rohan Gyelmisnek mondja, hogy mit kell csinálni. A támadásokról volt itt szó, hogy hogy kéne fölgyorsítani, hogy kéne elszakadni, melyik játékokat kéne játszani. És most ugye 3 kicsivel játszunk már. Most már Csák Károly is ül a padon azért, hogy egy mozgékony külső sor legyen a pályán a 2 magas center mellett. Gyelm is, Iványú is. Keller kiharcolt egy feldobást. Ivári mellé dobott tempó dobása után. És említetted már, de azért hadd mondjuk meg, hogy ugye az olasz bajnokságot vezeti ez a csapat, pillanatnyilag az első. Így van. A olaszországi. 9-0-ás mutatóval állt, egy nagyon imponáló mérleggel. Az a párma, akit a Gyesev tegnap megvert, vagy a mi mérkőzésünk előtti napon, azok meg 6-3-mal, tehát azért a két csapat közti különbség látszik. Nagyon sokan mondták a meccs előtt, hát Gyesev is nyert 40-nel, nektek is könnyű dolgotok hát lesz. Hát nem egészen így van azért. Győztük hangsúlyozni, hogy azért más mérkőzés, csapat más nincs. Csapat, mindig más, mindig mérkőzés, más-más. Erősebb társaság ez szóval, mint a... Tehát így nagyobb nevek játszanak a Pármába, Milton és Griffith személyébe, de ez egy jobban összerakott, egységesebb, jobb állapotban lévő csapat. Keller kívülről próbált egy dobást, Machi ugyancsak megpróbálja, ő sem jár sikerrel, a lepattanót pedig az 5-ös számú Zára és Sztemikítje rontja el, aztán Sztemikítje rá is legyint a játékvezetőre, mint hát aki szeretett volna személyhibát ki erőszakon, de úgy tűnt. De hát a játékvezetők mindig számomra, akkor fújnak, amikor nem elég, számítunk rá. Elég szabályos és normális módon leszereltük a palánk alatt. Iványival. Ez egy rossz védekezés. Aztán Tuvics mellé dobja. És ez egy érdekes jelenetsor. Küzdelmes jelenetsor, aztán miénk el adva. Mindenki kell, esik kell. És most a bejátszás után azért Tuvicsnak csak-csak beesik. Szóval itt azért valahogy a sors is igazságot szolgáltatott, sőt dobja is egyet. Megvan az 50. pontunk. És Tuvics is mosolyog a dolgon, mert jól jöttünk ki, gólt dobtunk, személyi hibát, hogy egy szimpla zicser lett volna. Reméljük azért a közeli mérkőzéseken, hogy ezeket elsőre bedobja. 50-34, megint 16 pont. És itt a negyed vége fele. Bent van ez is, 51-34. És megint visszaállt a régi rendben, ahogy mondani szoktuk, ugye 17 pont, ez már tekintélyesnek mondható.
És belül vagyunk az utolsó egy percben, a negyedben, a harmadik negyed végén. És változatlanul ott a labda távoli helyeken is nagy a közlekedés, Machi pedig bemegy is. 5, beszórja. 36. 36. Sokáig jó védekeztünk, nagyon szépen átértük az elzárásokat. Végül is nem volt tragikus ez a gól, így labdavezetésből, tempódobás 4 méterről. Olyan szerepel volt tragikus, hogy gólt kaptunk. Az utolsó másodpercek a harmadik negyedben. Igen, és buvaló játékvezető személyhibát ítélt, hogy Dalma dobhat kettőt. Tehát még mindig van lehetőségünk arra, hogy esetleg növeljük itt az előnyünket a negyed végén. 52-36. Második dobás Iványi, és ez is bent van, 53-30. És megint 30. 17 pont. 6 és 17 pont a különbség. 17 pont. Baj, ha a vége is ez maradna, azt hiszem elégedettek lehetnénk. Még az utolsó megint megy a türelemjáték, sok mozgás. Elszakadások, ütközések a palánk alatt, ez most sajnos személyi hiba. Igen, Tuvics keze van magasban. Igen, a legjobb baj, hogy azt hiszem ez már a harmadik csap személyi hibája, és még egy negyed vissza volt. És az elmúlt mérkőzéseken Rózsahegyen is idegenbe, aztán Izraelbe a Rámát Hásárnál Tuvics kipontozódott, és 53-37-es. De alapvetően határozza meg ő a védekezésünk keménységét. Melvin második már kimaradt. Jelmis. Iványi Dalma. És ráugorolok. Machi nem tudta korrigálni. Igen, ez kísértetesen hasonlított az első fél időben egy hasonló szituációban. Abban a gól született. Most is kiharcolt két személy. És mindig van két másodperc körül, ugye itt most az utolsó 50 másodperc, nagyon sűrű lett a dolog. Marad az 53-37-es. 16 pont a különbség, a második dobása következett. Iványi Dalma. És ez már jó, tehát 54. És megint 17 pont. 37-es. És itt a negyed vége. És vége a negyednek. Ugye, ha egy kicsit visszatérünk a negyedekre, az elsőt 22-17-re hoztuk. Itt nagyon sok kosár esett, a második 16-8 volt a javunk, itt már egy kicsit kevesebb, és ami feltűnő, hogy a majdnem a felét, sőt, kevesebbet, mint a felét dobták a másodikban az olaszok, mint az első negyedben, és itt pedig 16-12, ez már egy picit olyan szorosnak tűnik nekem, legalábbis. Hát igen, itt a két csapat agresszív védekezése hozza ezt a viszonylag kevés gólt, mert hozzá kell tennem, hogy mindkét csapat 50% fölött dobott ebbe a mérkőzés nagy részébe. Azt hiszem a mérkőzés végi statisztika azt mutatja, hogy mi 52-vel fejeztük be, ők meg 42-vel, tehát egy kicsit leromlott az övék. De tehát jól dobtak a csapatok végül, nem ez volt a baj, hogy rosszul dobtak, hanem nagyon kemény védekezés, ami rákényszerítette a csapatokat a rengeteg mozgásra, az rengeteg ütközés miatt könnyű gólokat szinte alig lehetett szerezni, tehát hosszú kijátszott támadások voltak. Most már kicsit fegyelmezettebben támad mindkét csapat, kevesebb eladott labda van, ezért van ez a viszonylagos gólinség, de valahol a mai modern kosárlabda ez így néz ki. Tehát ennek ellenére, hogy kevesebb gól van, nagyon élvezhető a játék, mert rengeteg történés van, nagy a ritmus, nagy az iram a játéknak. Itt elég nyugodtnak láttam a padot, Laci sem. Hát igen, az eredmény sem vibrált annyira. Kényszerítette, hogy egy különösebb idegeskedje, másrészt meg a mutatott játék is azt sugallta, hogy kézben van a mérkőzés, valamint ugye viszonylag kevés gól esett a találkozó során, és amikor ilyen kevés gól van, egy 17 pontos előny, az nagyon sokat számít. Mert most ez 91-74 lenne az eredmény, akkor ez a 17 pont nem annyi, mint 54-37-nél. De hát nőkről van szó, 17 pontot nagyon nehéz egy negyed alatt ledolgozni, bár meg lehet oldani, tehát egy letámadással, erre is hívta fel Laci a figyelmet, egy védekezés váltással, ha felszaporodnának a hibák, az eladott labdák száma, és ebből a könnyű gólok, akkor be lehetne hozni gyorsan, de hát ezeknek a hibáknak az elkerülésére fölhív a figyelem. Negyedik negyed elején Tuvics elhozta a labdát, aztán Gyelmisé, ugye ő is a pályán van, amit láthatjuk.
megint egy ütközés, meg leesik. Csák Magdi három pontos kísérlete jön ki, és egy, itt egy icipici koccanás, ugye a szokásos, mert majdnem azt mondom, hiszen itt nagyon zsufolt itt a büntető terület mindig, Szemi Kítja és Újvári Eszter ugorhat a vendégeknél. Hát utoljára a tavalyi szezonban a Burzs elleni mérkőzést tudom ehhez hasonlítani, ahol vér is folyt ugye sajnálatos Sajnos. Módon, és, új, és Újvári Eszter homloka, valamint Károly Andi sérült meg úgy, hogy... Máig is talán kiható van. Így van, így van. Most egyébként azért nem a miénk a labda, azaz került át az olasz csapat birtokába, mert Újvári rálépett a vonalra, és a játékvezető sasszer, mert ezt észrevett. Megint mennek az olasz elzárások. Melvin jó kézen keresztül volt. Próbálta, majd feldobás. Hiába dobja be, Szemi Kítja természetesen érvénytelen. Az eredmény pedig maradt. Ugye 54-37-es. Negyedben még nem esett volt. És minél közelebb kerülünk a végéhez, nekünk ez annál jobb. Tehát mondjuk pontosan. Nekünk jó az, hogyha nincsen kosár, ne is legyen itt. Megint Csák és André ide összeakadt, nem nagyon törődtek a labdával. Néha már ilyen cselgáncs elemeket is bevett a 2-9-es. Tehát ez is az ő sokoldalúságokat bizonyítja. Machi adta hátra a labdát, aztán Sirone 8-assal. Közben Keller keveredik, mint egy modernkori Laokon csoport intéztek ki most Szemi Kítjével. Tehát azért meg kell, hogy mondjam, hogy borzasztó jó semlegesített ezt Szemi Kítjét. Igen, a mérkőzés elején kicsit halványabb volt. Ott elég sűrű. Igen, Laci közben a gyermessel gesztikulált az eladott labda kapcsán. Be is szállt egy kicsit a játékba. Megint a két kicsivel a pályán Gyermes és Újvári. És Szemi Kítja hibázott talán? Hát, talán. Neki fűt az a szerencs, hogy bubaló játékvezető nem hezitált, hogy befújt a szívfájdalom nélkül. Mi pedig elfogadjuk. El, ezeket mindig. Gyermes. Szirone, Csák Magdolona, bennül a vonalon, de a kosárban nincs bent talán a gyermis. Újvári Eszter, Machi. Machi 184, ha jól emlékszem. Igen, 4 centivel magasabb Misina. Hosszú Újvári kezén. Indul. Hopp. Hát igen, ez amiről beszélünk egyfolytában. Rengeteg ütközés, rengeteg faul szituáció, nem lehet mindent befújni. Fújhattak volna most is, hát most mivel befújták az előbb túl könnyen Szemi Kítja faulját, most mivel kettőt nem fújtak egymás után befújni. A gól még nem esett ebben a negyedben. Igen, itt nagyon, most már azt hiszem a harmadik percben járunk. Igen, eladott labdák voltak, meg rosszul mell kivitelezett dobások. Meg hát kemény védekezések is, mint ahogy most is látjuk, és most majd be is fújják Machi elleni. Be is, sajnos ez Tuvicsnak azt hiszem a negyedik is le is kellett cserélni. És Kellernek maradt a három, ha jól tudom. Igen, és Iványi Dalmak, Kalmár Nagy, Károly, hármas cseré. Újvári is leül, visszajött Iványi, Kalmár Nagy, Tuvics helyett, és Károly is a pályára. És Tuvicsnak a negyedik hibája volt. És Machi dobhat büntetőket, ugye 37, ha pontjaiknak a száma, de már is 38-as második dobás következik. 54-38. És mind a kettőt bedobja, és itt a negyed első pontjait büntetőből a vendégek szerzik. Meg Machi révén, Csák Magdolna. Igen, az olasz csapat, jó, ha lehet, elzárás. Még szigorított a védekezés, még kijebb jött, bravo Dalma. És Iványi Dalma 56-38-as. Még szigorított a védekezés, még agresszívabbak, még keményebben támadják a lábát, még több mozgásra kényszerítik. Andrade ellenében Csák Magdolna. Hát most már a mérkőzés során a szokásosnak mondható ütközés. De Andrade is egy kicsit, mintha visszafogottabb lenne ebben a negyedben. Igen, elfáradt talán. Ő a védekezésével nyírta ki magát, most így fejezzem ki magam. Tehát ő annyi energiát fektetett abba bele, hogy védje a mi hármas poszton játszó játékosainkat, hogy végén nem maradt energiája saját támadó játékát megszervezni, meg ott gólveszélyesnek lenni. Tehát felaprózódott ő a védekezésbe. Ez egy nagyon szép egy-egy volt most Melvin részéről. És a 40. pontot szerezte az olasz csapatnak. Igen.
56-40, 16 pont azért még mindig a különbség. Igen, Károly Andrea. Jutunk helyzethez, túl sokat vezetjük a labdát, nehezen hát igen, eléggé ki is jönnek most ugye emberek. Igen, sem történt semmi, és 10 másodperc van, vissza semmit nem történt. Most egy-egyet próbált Magdi, most... Igen, beszerelt. Ez egy jó sztremik, így egy blokk. Ez alig, hanem fault volt, de szerzett labda lesz belőle. Igen, kicsit hektikusabb állt itt a játék, ide oda. Elcsípte Csák Magdi, sztremik így. Hosszú-hosszú idő után. Most helyzetbe került, és két büntetőt ítélt az orosz játékvezető javára. Mondtál egy érdekes dolgot, hogy Szemikitya odaszólt Lacinak, hogy... Még a fél időben így van, fél időben humorosan odaszólt, hogy meg akarsz te gyilkolni engem? Hát közvetve végül is ez a lényeg a dolognak. Hogy három ember védelgen folyamatosan. És hát most azért nézzük, mert most igen. Kicsit javíthat az addigi... De fáradt, gyengécske teljesítményén 56-40 maradt az első büntető Szemik, ugye kiadta a másodikat, bedobja és a 41. pontot szerezte. 56-40, egy 15 pont a különbség, vezetünk a negyedik negyed közepén járunk, amikor Iványi Dalma és Pehova is bent van most 14-essel. Igen, a két Keller és Tuvicek. Itt egy kis összeagaszkodás, hát ez az, amit mondtunk ugye. Közben ott a 10-es számú játékos is, Balábió. A Balábió a csapat kapitánya reklamált, André, de szőven háborodva nagyon. Igen, hát mutatja, hogy könnyékkel jött Csák Magdi, de hát ez is olyan, hogy ilyen. Felfokozott irányú mérkőzésen, azt hiszem az ideg. De észté vannak a játékvezetők, nem adtak technikait, érdekes volt figyelni az együttműködésüket. Ugye Bubalo elmagyarázta a portugál lánynak, legközelebb technikait kapsz, ne csinálj meg így, meg úgy. Látszólag megoldódott a feszültség, de a csapatokban mindig benne volt annak az ütközésnek a haragja. És az orosz játék rögtön ítélt egy személyhibát, és le is csillapodtak. Ennél a jelenetnél érdekes volt, hogy én majdnem személyhibát is láttam. Az is volt, lehet, hogy a játék része, vagy a mozgás hát része. Ennyit a játékvezetésről, lélektanáról. Ugye befújtak, hogy két mezőnyi faultot, várható volt, hogy a harmadikat nem fogják befújtani. Ujjjjjjj, itt van. Mancik azért egy picit, hogy picit meg is lökték. Ez egy nagyon szép támadás, egy szerzett labda. Dalma nagyon jól ismerte föl, hogy 58-41 is beosztotta le is. Egy büntető is van. Szép gól dobott Kalmár Nagy Dóra, aki ugye nagyon keveset játszott a mérkőzésnek ebbe a szakaszában. 59-41. Viszonylag frissre mondható, és nagyon fontos volt, hogy egy friss ember nagyon fölvállaljon dolgokat, és Kalmár Nagy most 59-41-re tudta. És 18 font a különbség. Mellini. Ez az olasz csapat ugye magas poszton három játékossal játszott. Ezt nem érti senki a csarnokban. Igen, és ahogy látjuk, ugye kedves közönség is felállva. Igen. Jó besegítés volt. Tehát míg mi négy embert mozgatunk magas poszton, addig az olaszok csak hármat. És ez azért a 40 perc során... És hát Szemik itt gyakorlatilag állandóan a pályán van. Hát őt igazából nem lehet. Igen, alig ült. Makit végül is nem játszott. Hát de ő külső poszton játszott, a Melvin végig játszott, mert Paparazzo jött be pár perc. Nálunk igen. Meg Tuvics jószerűen vég a pályán, de Kalmár Nagy, Pehova és Keller állna váltja egymást. Feldobás. És egy idő. Kérés. Itt, hát, ha jól tudom, a vendégek kértek. Igen, igen. Hát érthető, hisz 6-6 és fél perc van vissza a játékból, 18 pont, és ha ők reálisan győzni akarnak, akkor valamit változtatni kell. Ilyenkor jöhet egy letámadás, jöhet egy nagyon agresszív csapdázó zónavédekezés, a támadások fölgyorsítása, hogy gyorsabban eldobják a labdát, hogy több esemény történjen, több támadási lehetőség. Nálunk ilyenkor mi az aranyszabály, hosszú támadások, labdabiztonság, eladott labda nélkül játszani. Kedves nézőknek mondanám, hogy vasárnap este ugye a DKSK-já látogat a Lizó Pécsi VSK, vendége lesz a Lauber Dezső sportcsarnokban, remélhetőleg majd nem bizonyulunk nagyon jó vendéglátóknak, ugye, már ami az eredményt illeti, a Pécs TV-ben látható a mérkőzés, vasárnap este 22 órakor a sportórában is, majd jövő héten valamikor, és akkor még annyit, Ákos, hogy a
Wuppertal elleni mérkőzés után mi a program, mert még azt gondolom, hogy ezt is be tudjuk még itt talán olvasni. Csütörtökön játszunk Wuppertal, pénteken este érkezünk 20-a, ugye, tehát... Budapestre, 21-én, és 22-én kora délután 3 órakor Budapesten szombaton a Beac ellen Magyar Kupa mérkőzést játszunk. Tehát a csapat haza sem jön nem, tulajdonképpen. Ott Pesten. Illetve te nem alszol ott, majd itt velem fogsz itt aludni a mérkőzés. Én más, így vagy, mert meccs napján megyek föl, csak tehát utazok Pestre a Magyar Kupa meccsre, a csapat után az ifikkel készülök az ifi kupára, és akkor végül is vége van a szezonnak. Karácsony következik pár napra, mindenkit családja körébe tölthet, és akkor a két ünnep között azért elindulnak az edzések, hisz január 5-én már mérkőzés van a magyar bajnokság. És ez is egy nagyon szép kijátszott helyzet, de ez itt Melvin... nem fault volt, igen, hát ennél már sokkal enyhébbeket befújtak, igen, ezek, igen, a igen, ez túl drasztikus drága játékvezetők. Szerelés volt, túl nagy kontaktus volt, ez be kellett volna fújni. Machi, majd Andrade, nagy átadások, hosszú, kiátszott labda. Egy jó védekezett labdát tudtunk szerezni. És megint az indítás, megint és a frissesség. Megint a frissesség. Ugye Stremikic és Melvin nem ért vissza, de Kalmár nagy, és 20 pont, így van. Ugye ez a legnagyobb különbségi pont, és most álmainkban ez a különbség szerepelt, azt gondolom én, hiszen ez egy olyan nagy arányú győzelem lett volna, vagy lenne. Stremikic-e. Igen, és Pehovának talált az orosz játékozott egy hibát, Stremikic-e dobhat két kettőt is. És Pehovának a második hibája. Igen, igen. Jó, 4 perc 16 van vissza, itt nincs túlzott jelentősége, és Laci cserél is. Igen, frissítés van, itt Tuvics visszahozza. És ebből Keller a szakaszból Kalmár nagy fantasztikus, hogy ugye labdákat szerzett, indításokat kifutott, bedobta a büntetőt, bedobta a két indítást, tehát nagyon tevékeny részese volt, hogy a különbség így megnőtt 61-42. Igen, egy picit enyhíti ezzel, ezt remikítja a nagy különbséget, a második dobását is. Nézzük, az is bent van, és 61-43-as, azaz 18 pont. És letán van. Így van, igen, muszáj volt. De hát ezzel mondjuk kockáztatják azt is, mint ahogy most lehet látni, hogy faultolni benne kell. Van, pontosan. Ha nem is kell, de benne van a játékban, hogy az agresszív védekezés, a nagy nyomás hozza ezt. Balladio a faultokat. Követette a személyi hibát. Talma dobhatja a büntetéket. És megint 20 pont lehet a különbség. Egy jó. Most már 19. És megvan a 20-as megint. 63-43. És itt még 3 perc, 20 másodperc kerül van hátra a mérkőzés végéig. Balladio 10-essel, ő az előbbi személyi hiba. Elkövetője Andrade. És ott bent megint egy... Hát és Tuvics kipontozódott ebben. Igen, ez az ötödik hibája, és ezt egy kicsit szőrös szívűen fújták be. Ez igen, az van, hogy meg senki nem látta szerintem, a játékvezetőn kívül senki nem látta, csak nála van a síp, jövő a hatalom, így el kell fogadni. Most már valahogy ők is úgy voltak talán, hogy már ebben a nagy kemény csatában valaki már menjen ki, nem? Hát lehet. Melvin büntetői következnek, jó? Most bezzeg bedobják. 63-44. Második büntető Melvin. És ez is becsorog, és 45. Tehát 63-45 a különbség. Igen, csak most kezdek látszani a problémák a játékunkkal, azért elfáradtunk, egyre többet van Dalmánál a labda, egyre kevésbé tudjuk lepasszolni. Igen, és hát ők pedig kijönnek. És rendre, jönnek a hibák az eladott labdák. És ez egy labdák. Eladott labda volt, Kalmár nagy Dórinak volt, magassa. Igen, az átadás. Most mi kerültünk be abba a hullámvölgybe, amiben az olaszok a második negyed végén, illetve ott a harmadik negyed nagy részébe. Most az olasz ritmus most kezd minket is megfogni. És egyre nehezebbek az elszakadásaink, hiába a sok csere, hiába az alacsony szerkezetbe való játék. Balladio, és megint egy hibás. Kellene jelentősen följavult a védekezésben, hogy a mérkőzés első részében nem jól fogta Stremikic, de itt most... együttes lökés, mondjuk úgy, mert én már előlegeztem volna egy személyi hibát valakinek, nem mondom, hogy kinek. Kalmár jó, nagy... mind a ketten próbáltak harcolni a pozíciót. Megint és bölcs módon nem fújtak egyet sem. Igen. Igen. És Kalmár nagy Dóra kiharcolja a személyi hibákat. És bónusz van a
vendégeknél. Látható hát az ötös folyamatos szám. Játék nincs. Lemaradtunk valahol egy pontról, valami egy büntetőt biztos nem regisztráltunk. 63-46 itt az állás. És most akkor 64-46. Igen. És Kalmár nagy magabiztosan dobta legalábbis az elsőt, és a másodikat is nagyon fontos. Igen, 65-46. Ballábió. Érdekes az olasz csapat, annak egy hátrányban van, megint hosszú támadásokat játszik. Szemik így a kéz. Ez sajnos, ez gólja. 65-48. Ez sajnos. Igen, azért a litván klassz is megmutatja a saját tudását. Ugye a mérkőzés elején, meg itt ezekben a fontos szakaszokban, ha már nem is a győzelem miatt, de a pontkülönbség minél jobb csökkentés érdekében megint extra teljesítményt nyújt, és dobja gólokat zsinórba. És ez is jó, tehát 65-49. Itt látszik, és most nem akarok, ugye már siránkozásnak tűnne, de azért a csapatunk gyengeségére, vagy nem is gyengeségére, inkább hiányposztjára rámutat ez a pár szituáció, ami most történt. Tűvics kipontozódott, nincs a pályán, ugye a védekezésünk veszített a hatékonyságában, és négyes poszton az a hiány, amiről Laci állandóan beszél, és amit mond, az most nagyon látszik. A Szemik így rögtön elkezdett élni, villogni, gólokat dobni. Machi. Megint Machi 13-assal. És hihetetlen helyzetben. És ugye az előbb még 20 pontról beszéltünk, most 14. Most már csak 14, és hogy úgy mondjam. Is kér. Ez a legjobb ütemben történt, azt hiszem ilyenkor kell. Hát muszáj, meg kell állítani. Kérni. Meg kell, azért most az ingerültség. Mert amiről itt a mérkőzés kapcsán beszéltünk, hogy mennyire fontos lenni minél nagyobb pontkülönbséggel nyerni. Most persze hozzátartozik, hogy a meccs előtt valaki azt mondja, hogy 2 perccel végül 14-el vezet, rögtön aláírja mindenki, és azt mondja, hogy fújják le. De amikor egyszer már van 20 pont, akkor az ember ugye telhetetlenné válik, és azt gondolja, hogy de jó lenne ezt megőrizni. Már most 14, most erről beszél a Laci, hogy legalább őrizzük meg ezt a 14 pontot, mert minden pont számít a csoport további mérkőzései után. Vigyázz a letámadásra. Még utolsó instrukciók, hogy Martin dobja be a labdát, többi fussa ki az indítást. Igen, Eszter is igen, most összekulcsolt kézzel szinte. Igen, a teendőket. Mondja a szentenciát. Gondolom nem imádkozott, hogy jaj, csak megnyerjük, hanem feszültséget próbálta levezetni így módon. Én pont arra gondoltam, hogy emlékszem 2 perccel a vége előtt, hogy na ezt a meccset megnyertük. Szóval végül is ez nem is baj, ha a mérkőzés tudósító riporternek ez van a fejében, meg a 4000 nézőnek, hogy ezt megnyertük. Az se baj, ha a játékosok fejében ez megjelenik. Csak nem tudod, hogy ez egy ellazult állapotot hozzon, egy lelazulást, egy védekezésbeli fegyelmezetlenséget. Itt megpróbáljuk kijátszani a 24-et, aztán végül is több lett belőle, mert lefújták, ugye. Járt a támadó idő. Igen, és ez egy itt érdekes jelent. Hát én nem tudom, megmondom őszintén, hogy mi történt pontosan, biztos, hogy egy ütközés során... tudnánk forgatni, a technika lehetővét tenni, akkor jobban tudnánk, hogy mi van. Ami látszott, ugye Magdi betört, Andrade a szokásos pióca modorába ráragadt. Ott volt egy dobás vagy passz, az a labda elment valahová a semleges területre, és ott volt ezek szerint egy ütközés. És igen, és hát ugye elég hosszú ideig történik. És nem majd tudjuk, hogy hol talált el Magdi könyökő, ott volt, aki a nyakát mondta, mert volt, aki a szedcsontról beszélt, volt, aki bordáról, rekeszizomról. És hát a játékvezetők türelmetlenkedtek ugye a helyszínen. Hát igen, a szabály most vigyék azt ki kéne vinni, de most ha olyan az állapot a játékosnak, hogy az egészsége veszélyben van, akkor azért jobb nem megmozdítani. Szerintem a rekeszizmát, vagy a bordáját érhet egy olyan ütés, amitől a lélegzése vált nehezé. Látszik, hogy zihál és nehezen jut szóhoz, nem is nem tudja elmondani, hogy mit akar. A lélegzésével lehet valami baj, mert ott pofozgatják, simogatják, ott valaki elkezdi majd később legyezni is az arcát. Ilyen népi gyógymódokat, kézrátételt alkalmaznak egyelőre. Meg simogatják a lábszárat, az is mindig szokott használni. Igen, ez a pszichésen biztos jót tesz.
De hát mi meg itt egyre csak nézzük ezt az állóképet, jött egy orvos is. A közönségnek valamit. És hát a játékvezető sportás is valamit. Hát igen, hogy nem megpróbál. Kéne gesztikulálni a szurkolókkal. Szumma szummárom azért 65-51, tehát 14 pont itt az eredmény, és 2 perc körüli idő igen. Van hátra. Hát benne volt André de játékában, hogy így fog járni. Ugye van ez a szép magyar mondás, hogy addig jár a korsó a kútra, míg el nem törik. Na most ő ez a korsó, aki el is törött ebbe a pillanatba, úgy látom. Ugye végig provokálta a játékosainkat, nagyon sok ütközésben részt vállalt. Csák Magdival összeakadt. Sokszor azt is így van. Sokszor azt mondom, nem is a legszabályosabb eszközökkel dolgozott a pályán, hát és hát gondolom ő tudatosan játssza ezt, és fölvállalja ezeket a dolgokat. Egyébként csak annyit, ha még itt áll a játék, hogy Komóval mikor játszunk majd Olaszországban, amikor tavaszra, ugye? Tavaszra valakit, bőven lesz időnk még felkészülni. Nem tudnék mondani, hogy február vége, márciusban történik ez, igen. Ennyire még nem... Csak azért, előre. Hogy egy kicsit nehezebb feladat elé is állítsanak itt. Igen, nem tekintünk ennyire előre, a volt időben. Mindig az igen, hát addig még jön a szilveszter, meg a karácsony. Ó, ugye? Meg mennyi minden történhet. Mennyi minden történik majd, de reméljük, hogy jól fog történni még ebben a két percben is. Andrédét lecserélték minden esetre. Beálltunk miközben ebbe a szünetet kihasználva egy területvédekezésre. Ez azért történik, hogy hosszabb támadásokra kényszerítsük az ellenfelet. Itt úgy tűnt, hogy megszerezzük a labdát, hát aztán igen. Megint elvesztettük. Itt kicsit pipogyák voltunk ebbe a szituációba, hogy nagyobb határozottsággal szerzett labdát, lehetett volna szerezni feldobást, így meg sajnos személyhibát ítéltek Csák Magdi ellen is két dobása. Melvin. És hát rövid. Rövid. Ezen azért nem fogunk sírni. És 65-52, és egyre inkább lopják még a pontokat itt a mérkőzés vége előtt. Igen, csak azért látszik, hogy ez a csapat azért nem adja fel egy így van, meccseket. Így van. Nagyon nehezen építjük a támadásunkat, állandóan Dalmánál van a labda, pillanatokra tudja lepasszolni, vissza kell, hogy kérje egy leütés, utána megint fölvettük, bravo, ez szép volt. Én de gyönyörű szép befejezés is. Dalmán nagyon szépen futott 67-52. Az üres területre kapott egy jó paszt Újvárt, és szépen egy-egyre megoldotta. 67-52. Mindig van hátra másfél perc. Most ugrik egy percen belül. Ballabio. Rengeteg minden történhet még itt a hátralévő időszakban. Jó, hogy győzelem maga nem került veszélybe, csak ezek az eladott Ballabio, labdák, ezek hozzák őket. Zárá dobja, ez is mellé, Újvári leszedi. Igen, itt már fölborult a játék menete rendje, itt már mindkét csapat. A közönség pedig állva a tapsol. Igen, ők megtették, tehát ők nem érzik át a súlyát annak, hogy itt mennyire fontos egy-egy labda. Ők annak örülnek, hogy győzött a csapat, hogy 15 pont van, hogy jól játszottunk, hogy ismét egy jó este volt. Kevésbé, Kalmár nagy. Kevésbé érzik át. Tehova is nagyon... Lejárt a támadóidő. Csak visszatérve az előbbi mondatodra, hogy azért valóban, hogy felborult a rend, Tuvics kipontozódása volt, amit igen. Mondtál, hogy azért mennyire megváltozott. Igen, mind támadásban, mind védekezés. Na, ez egy elkerülhető gól volt. 67-55. És 12 pont van már csak. Ez a tavalyi csapatnál, és most nem visszasírni akarom, 67-55-et visszasírni, közben gyors személyi hiba, dobhatunk kettőt. Tehát nem akarom visszasírni a tavalyi csapatot ilyen szempontból, de az taktikai képzettebb volt. Pont a mai edzésen beszéltünk róla, hogy ezt mindig automatizmusnak kell lenni, hogy az utolsó fél percbe beállni a zónából emberfogásra vissza. Ez most egy hosszú történet, hogy miért? 68-55, így van. Zár egy könnyű gól, szerzés, és élünk. És 68-57. És Laci itt nagyon-nagyon pöröl. Hát igen, meg is érthet, ugye... Egy pár másodperc. Hát igen, 5-4-5 másodperc, 4 tized talán valahogy így. 68-57, és akkor itt mit lehet még mondani?
Hát arról van szó, ugye, hogy ezt a pár másodpercet hogy tudjuk kihasználni, hogy még dobjunk egy gólt. És beszéltünk itt egyfolytában, szóval a 19-20 pontos vezetés, hogy hogy tudjuk megőrizni ezt az előnyt, meg miért fontos. És most azért lement 11-re, most azért egy 3-as dobunk 14, egy büntetével is 12, tehát minden pont számít, és most erről zajlik az eszmecsere, hogy hogy kéne eljutni egy helyzet, hogy kidobja be a labdát, kiszakadjon el, hogy próbáljuk megoldani. Ugye nincs is már csak egy magas a pályán, négy mezőny ember, hogy egy mozgékony sor legyen. És Laci sőt, nagyon perel itt. Meg lehet, hogy öt külsővel vagyunk a pályán, Kalmár nagy, Iványi, Újvári, így van, Csákli, letámadás, Jelmis, utolsó. Mozgékony ötös legyen a pályán. Jelmis Angela. Meg is csinálják a lányok, ki is dolgozzák és a hármas. És kimarad a hármas, Melvin szedi le, vége a mérkőzésnek. Kedves nézők, röviden összegezve, tehát 5. Euróliga mérkőzésén nyert ide haza a Mizopécsi VSK, a Como ellen 38-25 volt a félidő, 68-57 a végeredmény, tehát 11 pontos győzelem. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, legközelebb Euróliga mérkőzésen majd szombaton, azaz 22-én, tehát decemberben találkozunk. Köszönöm Molnár Ákos technikus kollégámnak, Bárdos Ferenc operatőr kollégámnak és Füzi Ákos szakmai segítségemnek a közreműködést, a viszontlátásra.